Sziasztok! Sok mindenkit foglalkoztat mostanában a gondolat, hogy vajon meddig erősödhet a forint, ennek próbálunk utána járni a mai nap folyamán. Addig is ne felejtsétek el, hogy mivel nagyon sok érdeklődés van azzal a kapcsolatban, hogy hogyan kell a Discordra bejelentkezni, mi is az a Discord, hiszen sokan nem használták még korábban, készítettünk egy bemutató videót Mester csapattagunk által, ami egy nagyon-nagyon jó videó lett, a weboldalon megtaláljátok, majd a leírásban is benne lesz a link, tehát, hogyha valaki esetleg új és szeretne a Discordra beregisztrálni, akkor ott kaptok majd egy útmutatót és egy leírást, hogy mi is ez a Discord valójában. Emellett pedig, hogyha szeretnétek tudni, hogy milyen az advanced oktatásunk, akkor nézzétek meg az utolsó podcastünket, ami annak egy felvétele, illetőleg élőben jelentkeztünk be a podcast helyett egy advanced oktatással. Szerintem nagyon hasznos, úgyhogy ha valakit érdekel, mindenféleképpen tekintsétek meg, majd megtaláljátok a YouTube videók között. Most pedig nézzük meg, hogy mi történt a múlt héten, mi fog történni a következő héten, és egy kis elemzés, egy kis forint. A Fed és az ECB is ismét kamatot emelt, továbbra sem nyomtat semmiféle pénzt, és nem is tervezi a kamatvágást ebben az évben. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki Jeremy Powell, Amiért nagy esély van a banki szigorításra, amiből mi főleg a magasabb hitelkamatokat fogjuk érezni. Ugyanakkor ennek ellenére sem tántorodnak el a 2%-os cél infláció elérésétől, s bár a QI akár kisebb magasabb infláció mellett is megkezdődhet, mint 2%-, erre még sokat kell várni. Ezen kívül nagyon sok earnings érkezett a múlt héten, ezeket mind kitárgyaljuk majd a Pro szerveren, és nézzük meg, hogy mi fog történni ezen a héten. Ismét lusta és nagyon enyhe hétfőre kell számítanunk, és az európai piac két szabadságolást is jegyez. Egyet a briteknél, egyet pedig a franciáknál, egyébként a briteknél most történt a koronázás. Ezen kívül csak pár jelentéktelenebb adat lesz, mint a német ipari termelés havi kimutatása, Befektetői bizalom index az EU-ból és pár Egyesült Államokból érkező adat, de kiugró érték hiányában nem lesznek szignifikáns hatással a piacra. Furcsa mód ugyanakkor, a keddis lustának érkezik most, már ami a makroadatokat illeti, és a banki bedőlések vagy Putyin merényletei természetesen ettől még megrángathatják az árfolyamokat, ha megtörténik ilyesmi. Inkább az ázsiai régió lesz nagyobb hangsúly, a japánoknál háztartási költekezésről szóló kimutatás, az ausztráloknál retail sales, Kínából pedig kereskedési mérleg, de ezek egyikesen bír nagy behatással a piacokra. A szerda viszont már beindíthatja a folyamatokat, új hiteladatok érkeznek Kínából, és múltkor már említettem nektek, hogy ez fontos. A kínai és Egyesült Államok gazdaságának összehasonlításában, de predikciókkal. Tehát igyekszünk a jövőben látni a gazdasági fellendülés jeleit keresve. Emellett egy M2 Money Supply is érkezik Kínából, ami a gazdaságban forgó pénzmennyiségről fog árulkodni, a hiteladatok mellett pedig komoly információval bír majd ez az adat. De jönnek az Egyesült Államok CPI számai, tehát kiderül valósak voltak-e a múlt havi emelkedés előrejelzések az elvárási adatokból, és ha igen, akkor a Fed izzadhat ismét, mert az előrejelzések viszont nem mutatnak jót. Minden hónapban kiemelt figyelmet fordítunk a CPI adatokra teljesen érthető okokból. A CPI infláció mértékének mérésére szolgál. Amíg a gazdaság lassul, a Fed és a többi központi bank folyamatosan kisebb-nagyobb mértékekkel kamatot emel. Ez nehezíti az életünket, ahogyan egyre szorosabbra húzzák a nadrágszíjat. És azt is kibeszéltük, hogy miért. Ugyanakkor a gazdaság folyamatában az inflációs helyzeteket szintén változóként kell tekinteni. Amíg múlt hónapban legalább annyira fontosak voltak a havi CPI adatok, mint az éves és core, úgy ebben a hónapban leginkább az utóbbi kettőre fókuszálunk. Az ok, hogy a havi adatok miértjét és röppájáját már ismerjük nagyjából, és tudjuk emelkedésre kell számítani tőle. Viszont az éves és kor adatok esetében még mindig túl sok a folyamatosan változó hatás. Az éves adat jelenleg 5,0%-on van, amiről tudjuk, hogy az energiaszektor megsanyargatása van mögötte, mint például olaj és földgáz. Ezeket az energiahordozókat mesterségesen szorítják alacsonyabb árakra, és nem is engedik felmenni addig, amíg az inflációs környezet az élelmiszer fronton is magas. Pontosan ezért szívták be sokan, mint amikor a földgáz ára elkezdett egy picit emelkedni, azt hitték, hogy buy the dip, aztán hopp mégsem. Természetesen ez változni fog, és akkor lesznek még gondok, de ezzel a módszerrel egyelőre 5,0%-ra szorították az éves adatot. Az éves adat ugyanakkor csalóka, mert az élelmiszer és energiaárak eltorzítják minden más termék árát, mint például tartós cikkek vagy nem tartós cikkek és ami a Fedet a legjobban zavarja most, hogy bizony ezek a termékek erősödő inflációt mutatnak. A kóradat, amely kivonja az energia és élelmiszer inflációs adatait, erről tiszta képet ad, de havi lebontású. Tehát a havi emelkedés mértékét figyeljük, és nem kifejezetten a jelenlegi helyzetet. Amikor tehát egy 0,5%-os adat után 0,4%-ot kapunk, azt jelenti, hogy ha múlt hónapban 100 dollárba kerül mondjuk egy cipő, akkor a 0,5% emelkedés esetén ebből 100,5 lett. Ugyanakkor a következő havi 0,4% már a múlt havi 100,5-hez adódik hozzá tehát akkumulálódik az emelkedés, így ennek az adatnak a süllyedését nem úgy értelmezzük, mint az éves CPI esetében. Jelenleg azt mondhatjuk, hogy egy stabil emelkedés után három hónapja stagnál az adat, havi 0,4% és 0,5% környékén, tehát ennyivel lesz minden drágább átlagosan hónapról hónapra. A Fed akkor tud sikeres lenni a leszorításban, ha ezt az adatot stabilan 0,2% vagy az alatt tudja tartani. Amíg ez nem történik meg, a kamatemelésről szóló döntéseknél ez egy emelést támogató adat. Viszont nem elég csak egyszer odáig lemenni, hosszú hónapokig kell tartani két okból. Az egyik, hogy a Fednek meg kell bizonyosodnia arról, hogy nem csak egy anomália miatt esett le odáig, hanem tartósan lent marad. Másrészt az adat az oka természetesen ott van, de lassan fejti ki a pozitív hatását, így amíg ez nem történik meg, a Fed nem könnyíthet az emelések tekintetében. Ha mind az éves, mind pedig a core CPI adatokat leszeretné szorítani a Fed, akkor lassítania kell a gazdaságot, hogy az emberek ne vásároljanak többet. Ez lehetetlennek tűnő küldetés, mert emberi szokásokat kell megváltoztatni kényszerrel. Ha lassítja a gazdaságot, az alapvetően negatív hatást fejt ki az ország devizájára, hiszen a GDP is lassul. Amióta tehát azt tapasztaljuk, hogy elkezdtek agresszívan fellépni a magas infláció ellen, azóta tapasztaljuk az amerikai dollár sűjjedését. Nem nehéz tehát elképzelni, hogy ez a nyomás mikor kerülhet le a dollárról. Tehát tovább csökkenő adatok mellett a gazdaság lassulását igazoljuk, amellyel a DXY, tehát az amerikai dollár indexének lehetséges gyengülését. És itt még hat fűzem hozzá azt, hogy egy későbbi téma, a forintot érintő téma kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos információ lesz, majd visszakötök rá, és emlékezzetek erre a részre. És csütörtökön főszerepet kap az Egyesült Királyság, de nem a koronázás miatt, hanem a monetáris politikai döntésekkel kapcsolatban kapunk adatot, plusz lesz még kamat döntés is, mind-mind nagyon fontos adat és információ, amelyek megalapozzák a piaci tevékenységünket, így ha valakit érdekelnek azok az adatok is, amiket itt nem tekintünk meg, mindenképp kövessen bennünket az Advanced vagy Pro szinten. A pró szinten konklúziót is vonunk le az eredményből. Majd jön egy PPI az Egyesült Államokból, és ez most igazán fontos lesz, mind számunkra, mind pedig a fed számára. Természetesen az összes monetáris politikával kapcsolatos adaton most nem fogunk tudni ebben a videóban átmenni, de azért kettőt megnézünk. Az első pedig az MPC Official Bank Rate Votes, tehát amikor szavaznak a kamatokról. A szavazás XXX formátumban történik, az első szám azt mutatja, hogy hány MPC, tehát monetáris politikai bizottsági tag szavazott a kamatemelésre, a második szám azt mutatja, hogy hányan szavaztak a kamatlábak csökkentésére, a harmadik pedig azt, hogy hányan szavaztak a kamatlábok megtartására. A BIOI NPC ülésének jegyzőkönyve tartalmazza az egyes NPC tagok kamatszavazatát a legutóbbi ülésen. A szavazatok megoszlása betekintést nyújt abba, hogy mely tagok változtattak a kamatokkal kapcsolatos álláspontjukon, és milyen közel áll a bizottság a kamatláb jövőbeni módosításához. Mivel minden NPC tagnak saját hatásköré van, a szavazataik alapján abba is betekintést kaphatunk, hogy egyes szektorok mennyire igénylik vagy nem igénylik a kamatemelést. Ezt az információt a részvény és kötvénypiacon használjuk fel a szektorok egészségességének vagy egészségtelenségének megállapítására, amely komoly hatással van az opciós szerződések arányaira. És még egy adat az official bank rate, ami maga a kamat döntés, mármint nem a megdöntése, hanem a mienségének eldöntése. Az 50 bázispontos emeléseket múlt hónapban egy 25 bázispontos emelés követte. A királyság esetében nem azért, mert könnyű a helyzet, hanem azért, mert teljesen kicsúszott a biói kezéből az irányítás, és már világos, hogy az infláció elleni harcban, ha egyáltalán folytatják a harcot, más eszközökhez kell nyúlniuk. Ez véleményem szerint adóemelés lesz majd, annak is a drasztikusabbik formája, de még nem világos, hogy melyik szektort érinteni elsősorban. Addig is, mivel a hitelfelhasználás sosem látott rekordon van, viszont az emelkedő kamatok miatt a visszafizetések kezdenek meghiúsulni, a BOI, azaz a Bank of England feltehetőleg tovább lassítja a kamatemelést, és a megtorpanás is sokkal érthetőbb lenne, mint az Egyesült Államok esetében. Ugyanakkor a Forecast az egy újabb 25 bázispontos emelés, ami elég valószínű. A PPI adatokkal a Discordon foglalkozunk, és még egy amerikai adat, az Unemployment Claims. Csütörtökön érkezik, ez a rossz fiú is. Nem kell részleteznem, mit is jelent az adat, oly sokszor megtettem már. Viszont jó hír, hogy készül a Trade on the Market makroadat kisokosa, amely minden fontosabb adat jelentését fel fogja tárni, így az újonnan csatlakozók és a régiek is bármikor ellenőrizhetik majd az adat jelentését, hogy miként tekintünk rá, majd elolvasva az összefoglalót, már érteni fogja azt a Discord szerveren. Jelenleg trendszerű emelkedésbe kezdtünk, amelyben értelemszerűen lesznek majd korrekciók, tehát sűjjedések, de az emelkedés a normális és elvárt adat. Így a hirtelen és komoly sűjjedés, illetve a drasztikus felugrás fog majd kifejezetten nagy hatást gyakorolni a DXY-ra, amennyiben megtörténik. Hirtelen és komoly süllyedésnek számítana a 184 k alatti adat, amíg drasztikus emelkedésnek egy 264 k felettit minősítünk. Ha süllyed, az pozitív hatással van a devizára, tehát a DXY-ra, az emelkedés pedig alapvetően negatív hatással van. Mivel ez egy trendszerű adat, ezért egészen addig, amíg emelkedik, természetesen negatív hatást fog gyakorolni a DXY-ra. És ezre is majd vissza fogok igazolni a forint elemzését illetően. A péntek viszont nyugodtabb lesz az előző heti pénteknél, viszont lesz két égetően fontos adatunk. Az egyik a fogyasztói bizalom előrejelzési adata, a másik pedig az inflációs előrejelzés, amely múlt hónapban rendesen kiverte a plafont. Ugyanakkor van itt még egy valami, az pedig a UK GDP. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos adataim vannak, ezért ezt meg is nézzük gyorsan. Mint tudjuk, Angliában a gazdasági helyzet kiélezettebb, mint máshol, mivel az export-import most nagyon nehéz számukra a Brexit utóhatásai miatt a gazdaságot nem tudják oly mértékben lassítani, mint például az Egyesült Államokban vagy az Európai Unióban. Ez tükröződik vissza a termelői és szolgáltatói PMI adatokból is, ugyanakkor az egyre magasabb hitelkamatok miatt az emberek egyre nehezebb helyzetben vannak. Több oldalról éri őket csapás, Egyrészt a kamatok mértéke, ami a jövőben csak rosszabb lesz, másrészt az infláció emelkedése, ami az esetünkben sokkal drasztikusabb, mivel nem csak a kor adat jelent veszélyt, hanem az éves is drasztikus magasságban van. Mivel ezek egyszerre fejtenek ki hatást, a vásárlói erő folyamatosan csökken, ami miatt viszont a gazdaság teljesítménye is, és ez a harmadik csapás. Ugyanis bár nem akarják ennél jobban lassítani a gazdasági növekedést, az már gyakorlatilag magától teszi azt, az előző említett okok miatt. Tehát ilyen érdekes helyzet, hogy a GDP nullára lassult, és ebből a helyzetből a britek már nem tudnak nagyon jól kijönni. A Bank of England ezt úgy próbálja a deviza esetében ellensúlyozni, hogy kivételesen a kamatemelések közben vásárolt korábban kötvényeket, amellyel igyekszik némi pénzt hajtani a gazdaságba, de magas kamatok mellett ez olyan, mintha egy fogpiszkálóval szeretnénk lenyilazni egy mamutot. Viszont az angol font, azaz a BXY értékváltozása most két dologra fókuszál, az amerikai dollár értékére és a kötvénypiacra, így a GDP adat bár fejthet ki valamilyen aktuális mozgást, Komolyabb behatásra ugyanakkor nem kell számítani csak emiatt. És még egy fontos adat, amit itt most megnézünk péntekre vonatkozólag, az inflációs elvárások adata hatalmas meglepetés volt a múlt hónapban, mert egy rendszerű, de néha fel -fel szurkáló süllyedés követően hatalmas ugrást mutatott be. Ne felejtsük el, hogy ezek az elvárások az eheti CPI adatokban fognak lecsapódni majd, így ez az adat előrejelzés. Ha tehát a PPI adatok és ez az adat is alátámasztja a következő havi CPI emelkedést vagy süllyedést, arra egészen biztosan agresszíven fognak reagálni a kereskedők és befektetők. Tehát egy nagyon szignifikáns adatról van szó, amelyet éles szemmel követek majd. És akkor most nézzünk egy kis konklúziót, hogy mi történt, mi történik a piacon. A részvénypiac igen negatívan teljesített a héten, viszont pénteken a Wall Street és a hedge fundok megtolták a korábbi nullanapos opciós put szerződések takarására, így sok szerződés kiesett az in the money státuszból záráskor, és természetesen a nagy halak vitték el a profitot, mint mindig. Viszont az agresszív pénteki emelkedésnek más oka nem nagyon volt, illetve egy picit pozitívabb gazdasági adat, de az most annyira nem befolyásoló tényező. Ezzel ugyanakkor változatlanul hagyták a képet, és negatív helyett semleges zárás láthatunk a legtöbb csomag esetében, így az S&P 500 is a semleges teritoriumban maradt, konfirmálva a konszolidációt. Ez egyébként a stokastikusoknak jó hír, már aki részt vett a videótréningen, az most pontosan tudja, hogy kb. mit kell csinálni. A hét győzteseként egyébként nem az Apple, hanem a Shopify volt 34,7%-os növekedésével, így a hét zárásánál éppen csak lemaradt a 63,39-es következő ellenállástól. Viszont a vásárlási erőmértéke magáért beszél, és a Golden Cross is meglett a napos csárton, így érdemes figyelemmel kísérni az elemet. És végre egy határozott mozdulat a Teslától. Nem a pénteki emelkedés mértéke a fontos, hanem az eresi utolsó lefelé tartó struktúra törésének az igazolása, ami mellett bár a megdíj még mindig negatív territóriumban van, már mutatja az ébredezés jeleit. Az ár önmagában egy lefelé építkező struktúrában korrekciózik, csak így a döntő kérdés a megdi viselkedése a nullás értéknél, amennyiben eléri azt. Ez esetben ugyanis az ár már a 200-as emát támadná a csárton, amelynek esetleges törése egyértelmű erőviszony fordulást jelenthet ezt most türelmesen ki kell várnom. És bár nem ebbe a kategóriába tartozik, az arany megijedt az all time high-tól és pihenőt fújt. A 2077,07-es szint törése a héten tehát elmaradt, de megszúrtuk, és legalább már láthatunk rá próbálkozásokat, mármint a törésre. De a felfelé gondolkozóknak ez lenne a vízválasztó, gyakorlatilag az egyetlen visszatartó szint jelenleg, amíg a lefelé tartó gondolkozóknak a lendületes pénteki zuhanás miatt majd a három éves bullish flag felső trendvonalára kell fókuszálni, amely rózsaszín a csárton. A kérdés az lesz, hogy támaszt nyújt-e a trendvonal, vagy elesik, tehát egy alapvető visszateszteléstről lehet szó érintés esetén, így értelmezzük a folyamatot majd. És térjünk át a Forex piacra, itt fogom megemlíteni a forintot is. A pénteki non-farm payroll adatokkal megvolt a szokásos roller coaster a Forex piacon is a DXY irányítása alatt, így akik nem voltak erre felkészülve, azok elvéreztek. Természetesen mindez az alacsonyabb idősíkokon jelentett izgalmakat, de a napos időség tekintetében változatlanul maradt a technikai kép az amerikai dollár és az euró tekintetében. A japán is igyekezett pozitív képet mutatni a hét első felében, de a mérleget nem sikerült megfordítania, így pénteken már csalódva csapódott le a mérlegemákról. A Double Bottom tehát megtette a hatását a pici emelkedéssel, de nem volt elég erőteljes egyelőre, úgyhogy itt tovább mérjük a lendület súlyozásának kérdését a jövő héten. Három index mutatott komolyabb erőt pénteken. Az angol font, amiről tudjuk, hogy a DX-más süllyedése nélkül el lenne kaszálva, a kanadai dollár és az ausztrál dollár, de mindkettő esetében változatlan maradt a technikai kép, így skeptikus vagyok az emelkedést illetően, tehát határvonalak törése nélkül, vagy az ár építkezésének fordulása hiányában nem vonok le elhamarkodott következtetést. És ha már forex, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a forinttal, és azzal, hogy vajon mikor állhat meg a forint elősödése. Amennyiben valóban forint erősödésről beszélünk egyébként. Tehát ha a forintot nézzük, akkor magyarként automatikusan felkattintjuk az EURHUF csártot. Ez egy berögződés, egy rutinszerű kattintás, ami nem feltétlenül baj, csak igazából a megállapításban itt még csak félúton leszünk. Amit megállapíthatunk erről a csártról, az az, hogy az euró exponenciálisan erősödött, és ezzel egyetemben a forint exponenciálisan gyengült az euróval szemben 2016 óta, és ez tartott egészen 2022-ig, amikor is jöttek a fejvállak itt fönt ezzel a ponttal. Az exponenciális növekedésről azt kell tudni, hogy mindig pukka vége, és most is puk volt a vége. Ez alól nincsen kivétel. A legfontosabb az, hogy az exponenciális növekedés görbéjét már megtörtük, ezt vissza is teszteltük egy nagyon fontos ponttal, és azóta is a zuhanásban van az árfolyam. Egy ilyen zuhanás, egy ilyen trendváltás tulajdonképpen, mert ez trendváltás, ami történt, több lépcsős, és jelen pillanatban most egy lépcsőt láthatunk. Hadd magyarázzam el ezt egy picikét. A trendek általában struktúrából épülnek fel. Láthatjátok itt is, hogy nem csak arról van szó, hogy gyakorlatilag az emelkedő trendben egyetlen struktúrában emelkedtünk, hanem volt egy picit sűjjedő struktúránk, ami egy kicsit sűjjedő csatorna volt ívelten lefelé, de előfordultak emelkedő struktúrák is, amelyet majd megint felváltott egy sűjjedő struktúra, aztán ismét egy emelkedő struktúra, így alakulnak ki a trendek. Tehát az emelkedő struktúrák egy emelkedő trend esetében sokkal agresszívabbak, tovább tartanak, nagyobbat emelkednek, amíg a sűjjedő struktúrák lesznek, csak kisebbek lesznek. Ez megfordul a lefelé tartó trendekkel, és a lefelé tartó struktúrák lesznek hosszabbak, erősebbek, tovább tartóak, és majd a felfelé emelkedők lesznek nagyon-nagyon szenvedősek, nagyon-nagyon picik. Jelen pillanatban egyetlen struktúrát tudunk észrevenni ezen a csárton, az pedig egy lefelé tartó kisebb struktúra, és hogyha ez a trend stabil szeretne lenni, akkor a felfelé tartó struktúrájának kisebbnek kellene lennie, majd folytatnia a lefelé tartó süllyedést. Ez természetesen túl hosszú ideig tartó forint erősödést, illetőleg euró gyengülést jelentene, de a két régió közötti különbség ezt nem sűrűntette lehetővé eddig a közelmúltban. Most jelen pillanatban a legfontosabb ellenállása a 369,565-ös szint, és ez lehet az, ami esetleg megpróbálhatja megfogni. Hogy meg is fogja-e, azt majd a csárt fogja kideríteni, teljesen felesleges tippelgetni. Viszont, amíg nem törünk ki egy ilyen csatornából, addig nem mondhatjuk azt, hogy a lefelé süllyedés megszűnt, hiszen lesznek majd emelkedések, a következő emelkedés is ugyanúgy el fog kezdődni, mint a többi, de ha nem tud kitörni ebből a csatornából, akkor ugyanúgy meg fog akadni, és majd lefelé fog menni. Ha törik, akkor beszélgethetünk arról, hogy a súlyozás esetleg megváltozott valamennyire. Viszont ami nagyon fontos, az az, hogy a Megdi negatív territóriumban van, és csak kétszer próbált meg kitörni ebből, teljesen halott mozgásokkal, ez pedig azt jelenti, hogy ez az árfolyam csak akkor fog tudni stabilan emelkedni majd, rendszerűen, ahogy korábban is láttuk, tehát a forint gyengüléséről beszélünk, amikor a megdia nullás vonal fölé tud emelkedni, és ott is marad, tehát nem csak fölé emelkedik, hanem rendszerűen felette maradunk, a lecsapódásokkal sem tud majd alá menni, hanem továbbra is felhúzza magát majd. De amikor feltesszük azt a kérdést, hogy meddig fog erősödni a forint, akkor valójában a választ nem ezen a csárton kell keresni, hanem az USA dollár magyar forint csártyán. Még akkor is, ha valójában euróval szemben érdekel bennünket. Mert hogy az USA dollár lesz az, ami sokkal nagyobb a hatást fog gyakorolni a magyar forintra, és nem csak, hogy a magyar forintra, de az euróra is. Tehát, hogyha a kettőt egymással akarjuk összehasonlítani, a dollár kell, hogy az alapja legyen a vizsgálatnak. Amint látjuk, itt sokkal szebbek a struktúrális mozgások, sokkal tovább tartanak a lefelé mozgások, a felfelé mozgások is, és az utolsó exponenciális felfelé mozgásunkból, hasonlóan az euró csártyához, szintén elkezdtünk egy lefelé tartó struktúrát itt is gyakorlatilag ugyanazt jelenthetjük ki, amíg ezt a struktúrát nem tudjuk megtörni, tehát a felső trendvonalát a struktúrának, addig nem jelenthetjük, hogy stabil emelkedés lesz. Amint láthatjátok, volt már korábban süllyedés, a süllyedésből el elindult felfelé, nagyon sok ice is ikította, hogy itt van a vég, és majd örökre felfelé is fog menni, de nem, mert nem tört ki a struktúrából. Akkor kezdett el igazán véglegesen sokáig emelkedni, amikor ki tudott törni a struktúrából, minden süllyedő struktúrának ez lesz majd a vége. Tehát meg kell várnunk, amíg áttöri ezt a struktúrát, és majd akkor számíthatunk arra, hogy valamilyen formában, de stabilabban emelkedés legyen. Az, hogy meddig, majd a gazdasági helyzet dönti át természetesen, itt is egyelőre teljesen felesleges tippelgetni. Viszont két akadály van előttünk, jelenleg a 329,791-es szint és a 308,172, ez két erős ellenállás, bármelyik megpróbálhatja megfogni, ez nem is azt jelenti, hogy meg fogja fogni, de ezek potenciálisan lehetőségek hozzá. És itt se felejtsük el, hogy a Megdi szintén negatív territóriumban van, és addig nem nagyon kell elvárni tőle semmi komolyat, amíg a nulla fölé nem tud emelkedni, és ott maradni, ahogy ez az emelkedő trendekben megtörténik általában. Tehát, hogyha választ keressük, hogy mikor fog erősödni a forint, akkor egy, akkor, amikor a struktúrát tud törni felfelé, kettő, akkor, amikor a Megdi pozitív territóriumban van. Minden találgatás a Byte dip előtte teljesen felesleges, hiszen bárhol is megpróbálhatunk volna belenyitni bármelyik dipen, egyik sem most sikeres. Most pedig térjünk át a kriptópiacra, amely viszont csalódottságát mutatta a héten, és igen, negatív hetet zárt összességében, amely a dollár gyengülése és a hosszabb távú konszolidációja mellett egyértelműen azt mutatja, hogy a piac saját ereje gyengül el, mind kereskedésben, mind pedig össz tőkében. Ez nem is kellene nagyon, hogy meglepő legyen, hiszen hetek óta jelzem, hogy a voljum átlaga a kriptó tulajdonságát hozza, így a kereskedések is sikeresebbek az alacsony idősíkra fókuszált konszolidációs skalpokkal, illetve stratégiákkal. A héten például még az átlaghoz képest is alacsonyabb volume tapasztalható, de pontosan emiatt tapasztaltam azt is, hogy a pro Discord tagok már nagyon rutinosan felismerték a helyzetet, és ahelyett, hogy a kripton égették volna el a tőkéjüket, sokan átjöttek a Forex piacra a nehéz időkben. Ez nem baj, hiszen valaki vagy otthon érzi magát egy ilyen környezetben, ilyen konszolidációs, gyenge volume környezetben, vagy amíg ezek a feltételek fennállnak, biztonságosabb környezetet próbál megtalálni magának. A totál nagyrészt ennek tudható be, hogy konszolidálódik továbbra is, és emiatt még mindig hozza a Head and Shoulders alakzat potenciáját. Nem kőbevésett, hogy meg is valósul, de megvalósulása esetén a 965-ös szint közelébe hozhatja az értéket, amit azért minden más elem is megérezne rendesen. És ígértem, hogy vissza visszautalok egy kicsit a dollárra a forint esetében, engedjétek meg, hogy visszatérjek ehhez a témához csak egy percre. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amit láttátok, amióta a dollár nekiállt korrekciózni, azóta gyakorlatilag a forint egészen jó teljesítményt nyújt az euróval szemben. Tehát az elmondottak, hogy trendet kell törni, illetőleg struktúrát kell törni, a megdinek fel kell jönni pozitívba, ez mind-mind egy nagyon figyelendő dolog az USD-magyar forint, vagy pedig az euró-magyar forint csártyán. Ugyanakkor egy dolgot ne felejtsünk el. Abban a pillanatban, hogy a dollár erősen és trendszerűen elkezd emelkedni, a forint erősítésének teljes mértékig vége lesz. Tehát nem nagyon abban kell keresnünk a választ, hogy éppen mit csinál az MNB, hogy reagál az eurózóna, hogy reagál az Európai Unió, együtt a kettő milyen képet mutat nekünk a devizákra, minden kérdést a dollár fog eldönteni. Tehát ne akarjunk túl bonyolítani dolgokat, igazából egyszerű technikai képet kell figyelni, és az amerikai dollár semmi mást. Remélem hasznos volt neked ez az információ, hogyha igen, akkor uh, iratkozzatok fel, és nyomjatok nekünk egy lájkot is, mert így több emberhez eljuthat a hasznos információ. Figyeljétek a makrokat a következő héten, amik itt kimaradtak, és a konklúziók pedig jönnek a pró szintre hamarosan a hétvége folyamán. Addig is mindenkinek kellemes pihenést, és további jó szórakozást, sok sikert a következő hétre. Sziasztok!